Sziasztok, Dogi vagyok. Itt is lennék a Sims-nek a második részével, pontosabban a Sims 4-nek a második részével, ugye a sorozatnak, és megnéztem az előző videót, szerintem úgy nagyjából rendben volt a hang meg minden, de hogyha mégsem, akkor majd legközelebb hangosabbra veszem a játékot, igazából nem akarom, hogy túlordítsam, és szerintem akkor kezdjünk is bele a házépítésbe, illetve válasszuk ki a világokat, hogy látom itt van ez a Willow Creek nevű, ugye, kis terület, ahova lehetne költözni. Viszont ez az Oasis Springs-et még nem is láttam. És ez talán egy szebb környék egyébként szerintem. Nekem ez jobban tetszik, úgyhogy mivel még nem is voltam ugye igazából ebbe a szomszédságba, ha jól emlékszem, szomszédságnak hívták ezeket, akkor szerintem nézzük meg ezt, ez még nekem is új lesz. Starter Home, nem ezt szeretném. Viszont hogy látom, ugye megnézem, hogy ugye hogyan lehet vásárolni házat. Aha, oké. Melyikeket lehet vajon megvenni? Itt ugye ezek ilyen szórakozási létesítmények, ahogy látom, itt van a múzeum talán. Aha, itt ez a gazdag negyed, legalábbis ez a gazdag negyed, ha jól látom, ez inkább az ilyen középosztály. Itt vannak a olcsóbb házak. És ahogy látom, ahol van ilyen Sims jel, ugye ez a Plum Bob, ott valószínűleg élnek. Igen, itt élnek. Ezeket nem tudom megvenni, a zöldeket tudom megvenni, és melyiket vegyem meg? Ez tetszik. Mondjuk ez a legdrágább. Van benne egy hálószoba és egy fürdőszoba. Ebbe is, ebbe is. Jó, nekem ez tetszik. És Szerintem úgy veszem meg, hogy felszerelés nélkül, tehát hogy nem berendezve. Bár, hát nem tudom. Nem, berendezve veszem meg, és ha valami nem tetszik, akkor azt eladom. Illetve majd szerintem azért egy kicsit alakítgatok rajta. És itt is van a házunk. Szuper. Ahogy látom, itt mögöttünk van egy kis tavacska. Lehet majd vajon horgászni? Na mindegy. Aha, itt azt írja, hogy ugye Teó szeret kint lenni a természetben, úgyhogy most nagyon boldog, láthatjátok, hogy itt írja is ugye, hogy happy. És ugye ez azért van, mert kint van a friss levegőn. Szuper. Na. Hát nézzük meg, hogy mit lehetne változtatni. Hát nem lesz szükségünk kettő darab hálószobába, úgyhogy bejönjünk a build módba, és szerintem ezt a szobát átalakítjuk valami menőbre. Most így próbálom berendezni valamennyire. Egyébként nagyon jó lett az építés, nekem rettenetesen tetszik. Ugye most már úgy van, hogy meg lehet fogni a szobákat, és aha, láthatjátok, hogy vannak ilyen kis nyilak is így. Így, ha akarjátok, akkor ide kihúzzátok a szobát, és így puff, minden, festés, ablak, minden arrébb van húzva, bútorok is, szóval szerintem ez egy nagyon jó újítás, nagyon könnyű így egyébként házakat építeni, szóval ez egyébként tényleg nagyon hiányzott már a régebbi Sims-ekben. Tető, viszont én nem találtam automata tetőt, és ennek viszont nagyon nem örülök, úgyhogy ha esetleg csak nem találtam is van, akkor kérlek szóljatok, mert engem nagyon zavart, vagy én nem tudok szép tetőt csinálni általában. Azért is szoktam kézházakat venni, mert nálam a tető az, ahol meg szokott halni a projekt. Oké, itt egyébként lehet venni ilyen előre berendezett szobákat is. Szerintem lehet, hogy ide veszek egy olyan szobát, egy living roomot. Esetleg mondjuk tévével, meg hát nincs arra pénzünk. Akkor nem veszek előre berendezett szobákat, de egyébként szerintem ez tök, hogy így, hogyha akartok, mit tudom én, egy étkezőt venni, akkor ki tudjátok azt mondani, hogy milyen, ugye, milyen legyen a tapéta, milyenek legyenek a hozzáillő asztalok mindenféle színekben, szóval, hogy így vannak ilyen előre berendezett dolgok, és szerintem ez nagyon király, hogy ilyenekre is odafigyeltek. Hogyha az embertek gyorsan össze szeretne dobni valami szép házat, és esetleg annyira még nincsen otthon az építésben, akkor nagyon egyszerűen össze lehet tényleg rakni egy nagyon szép házat. Szóval szerintem ez tényleg nagyon jó pofa.
És egyébként ugye le is lehet tölteni ilyen kész szobákat, szóval ez tényleg nagyon jó lett. Aha. Uha. Nem akarok ilyen brásokat. Objects by room, és akkor szerintem akkor egy ilyen living roomos valamit összedobunk ide. Legyen itt, legyen egy kanapé. Kanapénk van egyébként? Ott van egy. Ha itt már végül is van egy majdnem living roomunk. Ezt a kanapét szerintem akkor áthozzuk ide. Egyébként forgatás is szerintem egész jó. Régebben egyébként emlékszem, hogy nem lehetett így oldalra forgatni a dolgokat. De az lehet, hogy még csak a Sims 2-ben volt, Sims 3-ban, mert lehet, hogy lehetett alapból ezeket megcsinálni. Annyira nem vagyok ezekkel képbe. Hát mondjuk nem kell ennyire drága kávézóasztal. És ez meg más színbe. Nincsen valami kékes színbe? Hát nem nagyon látok kávézó. Aha, ez lenne kékes színbe, de vagyok design tool. Várjunk, csak lehet, hogy tartom festeni kékre. Nem, itt is csak alap színeket tudok választani. Kár érte. Pedig az tényleg egyébként nagyon jó volt, ugye a Sims 3-ban, hogy be lehetett színezni bármilyenre a dolgokat. Na mindegy. Elvegyünk ide valami gazt. Nagyon kék. Ez nagyon kicsi gaz. Elderakjuk. Valami nagyobb is jól jönne. Ez már nagyobb? Nem. Majd ne szórakozz velem, hogy az egész fizetésem el fog menni egy gazra. Ez hogy néz ki ez a virág? 495 dollár? Na jó. Nem, nem kell. Tök fölösleges egyébként is. Szép kis dino, dinót a falra. Úristen, milyen árban vannak ilyen fali díszek. Jó, ez jó lesz. És ez, ha csak a keret változik, a kép nem. Ez dramatic cooking poster, úgyis szakácsok leszünk. Ebben jó. Azta! Ezt nem is tudtam, hogy lehet. De jó. Ugye régebben a Sims, talán még a 3-ban is csak egy helyre lehetett rakni a falon a dolgokat, és most már nézitek mennyi minden. Wow, telefon poszterezni a házamat, ha egyszer gazdag leszek. Ilyen mondatot sem hallottam egyébként még szerintem senkitől. Ó, gyönyörű tévé, mondjuk ez a pingvines is elég menő. De ez egy gyerek tévé, úgyhogy lehet, hogy nem kéne. Jó, azért ne ennyire ezért őskövületet. Ez jó lesz. Ez se egy nagyon modern mai tévé, de célnak megfelel, hogy majd egy kicsit szórakázzon az emberkénk. Aha, hát valami lámpa lehet, még nem ártan ebbe a szobába. Nem tudom, hogy egyébként van-e ilyen fali lámpa. Hát így ide, sarokba. Viszont akkor itt meg itt nincsen semmi. Veszünk oda egy könyves polcot, ha jól látom, az nincsen a házban. Aztán, ez mennyi? Miatt elköltöm az összes pénzemet, azért jó lenne megnézni, hogy mit mennyire ezeket, de ezek ilyen gyerek. Jó, ez mondjuk nem rossz, csak nem fogom látni, szerintem. Jó, ez jó, oda. Oké, live mode. Na. Gyere is nézd meg, te most mit csinálsz? Tetris. Jó, Tetris ez jár. Ó, video gaming skill. Hát ez a legelső, amit megtanultál, gratulálok. You had one job. Na, akkor, mint szakács, szerintem először is keresünk munkát. Szerintem telefonon lehet munkát keresni. Telefon, az hol van? Arrébb rakom minden a dolgokat, nem látok semmit. Itt van telefon, és akkor find a job. Na, keres munkát. Biztos azt csinálod? Oké. Festő, titkos ügynök, ez a kulinári kéne nekünk, kriminál, bűnöző, író, előadó, technikai guru, astronauta. Hát ez a kulináris. Aha. Oké. És akkor itt majd ki lehet választani azt, hogy séfek akarunk lenni, vagy mixerek? De az elején ugyanazt fogjuk valószínűleg csinálni, valószínűleg tányérokat fogunk mosogatni. Hú, nem is
igazából tányérmosogatók leszünk, hanem a tányérmosogatónak fogunk segíteni. Tehát valószínűleg mi a legmocskosabb dolgokat fogjuk megkapni. Köszönjük szépen! És itt van most a munka, az a baj egyébként, hogy nem mutatja egyből ugye a szükségleteket, hanem itt mindig meg kell nyitni. De egyébként elkezd mindig krákogni, hogyha valami baja van, úgyhogy csak nem fogunk meghalni. Itt vannak a tulajdonságaink, illetve az, hogy ugye, hogy fog öregedni. Ja igen, a videó kedvéért, remélem nem bánjátok, beállítottam azt, hogy extra hosszú életű legyen a szim. És igazából így elég lassan fog öregedni, tehát 80 nap, amíg felnőtt lesz belőle. De igazából valószínűleg, amíg munkában lesz, szóval elég sokat fog pörögni az idő. Video gaming, ennyi skillünk van, és a performance, itt még nem is kell ugye szinte semmi, de 3 darab tányért kell elmosogatni ahhoz, hogy előléphessenek majd, szóval ez ilyen követelmény. Csodás. Szóval nem is kell, hogy legyen főzési skillünk ahhoz, hogy előléptessenek, de 3 darab tányért, ha már elmosogattatok az életben, akkor van esélyetek tovább lépni a főzés szakmába. Hát jó. Ezt az információt most, hogy így felemésztettük. Ó, micsoda autó, nekem lehet ilyen menni a járgányom? Elég ronda volt egyébként. Ez ilyen lakókocsi feeling ház. Ez tök menő, miért nem ide költöztünk oda, amit már lakni. Van kocsink? Hol a kocsink? Valahol egyébként itt a inventory. Aha, kollekciók. Hát még nem találtunk semmit. Ezzel még nem nagyon tudunk semmit csak kezdeni. Aha, és itt lehet az életcél pontokat beváltani, illetve itt vannak az élet céljaink. Cook 5 excellent meals, tehát 5 darab tökéletes kaját kell készítenünk, és 5 hatalmas adag grillezett sajtos szendvicset. Hát fiam, ha ez az életcélod az egész életben, nem lesz nehéz téged boldoggá tenni, úgy érzem. Hát jó, akkor szerintem nézzem valami főzős műsort. Gondolom lehet cooking show for ideas. Oké. És akkor egyből tanul is. Szuper. Szórakozik. Közben tanul. Oké. Szerintem közben azért megnézem a környéket. Ó, itt ahogy látom lehet pecázni. Egyébként ez egy újítás itt a Sims 4-ben, hogy pecázni már nem úgy van, hogy víz és akkor bedobjátok, nem kell keresni egy ilyen nagyon csecse halas táblát rákattintani és úgy lehet horgászni. Igazából, hogyha én főzős karriert szoktam választani, akkor ugye megtanítom kertészkedni is, meg horgászni is, és akkor igazából nagyon jó kajákat tud összedobni. 0 forintból. De hát nem tudom, hogy az mennyire lenne izgalmas. Úgyhogy lehet, hogy egyébként ismerkednünk kellene. Hát öreg nénivel nem biztos, hogy nagyon. Hogyha kicsit mondjuk ez a skill fölment, kicsit pörgessünk bele, akkor szerintem elmegyünk mondjuk a parkba, vagy valahova ismerkedni. Most egyébként inspirált, szeretne főzni, és azért inspirált, mert főzős műsort néz. És mik a vágyai? Ha valami idióta történetet szeretne előadni, főzni, és simán csak csevegni valakivel. Hát jó, akkor ezeket szerintem nagyjából mindjárt be is váltjuk. Aha, oké. Jó, mindegy. Akkor, akkor nem. Akkor hova menjünk? Bár. Ez ugye edzőterem. Ez ilyen kis lazulós hely. Ilyen karaoke feeling, ahogy látom. Múzeum. Itt a park. Menjünk a parkba. Ott egyébként elég jól lehet ismerkedni. Legalábbis a régebbi Sims-ekben nagyon jól lehetett ismerkedni a parkban. Ó, de szép kresztábla. Hát jó. Igazából nem tudom, hogy ez milyen kresztábla akar lenni. Gondolom, ilyen csak Sims-ekért így dolog. Ó, de menő. Ez a játszótér. Miért nincs nálunk ilyen játszótér? Biztos imádtam volna. Van egy ilyen kis tó. Tök. Nem. Nem akarok békákat keresni, bár biztos vicces lenne, de nem.
Csecse kaktusz. És férfi vagy nő vagy? Férfi. Akkor veled nem ismerkedünk egyelőre, majd aztán haverok az is szerzünk, de egy asszony jól jönne a házhoz. Aha, jó, egyik életcélig beszélgettünk valakivel. Csak férfiak vannak, meg gyerekek? Na, itt egy nő. Hát, jó. Barátságos bemutatkozás. Hát nem a legszebb, de majd valamit kezdünk vele, maximum. Hogyha jól kijövünk egymással. Mint gyerekekkel beszélges. Még az olyan Harry Potter formával. Expecto Patronum! Szerintem a gyereken látszik, hogy Harry Potter a kedvence. Nézzétek rá Alexander Gót. Ja, Gót család, jó, oké. Ők egyébként már Sims 1 óta benne vannak a játékban. Te is Gót vagy egyébként? Na, akkor veled nem kezdünk ki, mert ők azért eléggé szemetek szoktak néha lenni. Plegykáljunk egy vadidegen emberrel, mert hát miért is ne? Na, valami szaftos pletykát. Úristen, de idegesítő a gyerek zaj. Lehet, nem a játszótéren kellene ismerkedni. Sőt, lehet, hogy ő egy anyuka, valószínűleg egyébként egy anyuka. Jó, kérdezzük meg egyáltalán, hogy szingül-e. Aha, házas. Akkor lehet, hogy vele nem kellene kikezdeni. Jó, akkor... hát ez a nőkeresés nem lesz. Hello? Hát, mondjuk elég nagy csoda lenne, ha ennek a csajnak nem lenne senki, de nézzük meg egyébként, ő fiatal felnőtt vagy tini? Hát... Gyere már ide! Harry Potterrel beszélgess. Komolyan. Könyörgöm, gyere! Soha nem lesz nő a háznál. Bár szerintem ez tini? Ez férfi. De szemű szemem, mit csinálsz? Éhes. Jó, ennyire nem izgalmas. Na, ott. Köszönjük, és... friendly. De... jössz még ma? Szuper. Na. Oké. Tök jó, hogy nem ismerik egymást. Eléggé meglepő lenne, ha játék elején ismernék egymást. Szerintem ez nem tínédzser, mert végül is egy magas velem. Nem tudom, get to know, ismerjük meg egymást. Mondjuk ez a csaj azért valószínűleg nagyobb költségvetést igényel, mint amennyi nekünk van. Ó, forró fejű. Hát nem biztos, hogy akarunk egy forró fejű csajszit magunk mellé. Hát, nem tudom, ő tini, az tuti, ő is Harry Potter fan. Az egész Gót család Harry Potter fan. Hát szerintem akkor a következő részre hagyjuk ezt a párkeresés dolgot. És akkor hazamegyünk és még főzünk valami finomat. Illetve elmegyünk WC-re, mert ha jól láttam, az is most már úgy kellene. Ugye kiderítjük, hogy lehet hazamenni, de szerintem így biztosan. Aztán lehet, hogy majd van egyébként egyszerű módja is, majd úgyis rájövök idővel. Nem viszünk magunkkal senkit sem haza. Szuper! Hangyás hazaért, és még mindig inspirált, és még mindig szeretne főzni, úgyhogy főzzünk még valami finomat így a végére, és akkor a következő részben megpróbálunk valakit felszedni. Aztán majd kiderül, hogy sikerül-e. Igazából ilyen 15-20 perces részeket tervezek, aztán majd lesz, ami lesz belőle. Mit akartál? Grillezett cheese-t, és akkor legyen party size, mert miért ne, akkor nem kell egy csomó ideig majd sütni. Mondjuk nálad lehet, hogy jó lenne, ha sokan sütnél, mert akkor hamarabb fejlődik a főzési skilled. Hát most már mindegy. Party size. Azaz egy darab a party size.
Úgyhogy na, nem lesz túl nagy part, én úgy érzem. Hogy néz ki egyáltalán? Jó. Lehet egyébként ez nem ártana egy fészkem. Hát majd talán egyszer. Ó, Rich Cooking Level 2. És megtanultunk egy csomó új receptet, mint például a Fish and Tacos-t. Szuper. Halas taco. Ez nem tudom, hogy milyen. Ó, sütöttünk egy excellent meal-t. Excellent. Király. Berakjuk a műtőbe. És akkor szerintem el is mosogatunk még, mert ugye az is kell majd, hogy szintet lépjünk a munkába, még mielőtt elfelejtem. Mert valószínűleg a harmadik részt egyébként már a visszajelzéseitek alapján szeretném fölvenni. Úgyhogy azt majd már csak később, ha benne pisi. Oké, okay. Use, és akkor még ezt clean up-old. Jönem előbb edd meg, akkor ne clean up-old. Hanem majd ami jön. Szerintem akkor wash lesz, vagy wash dishes, vagy valami ismi. Ó! Saját magától elmosta. Szuper, egy szívünk van. Nem szoktak ilyen jók lenni az elején, ugye meg kell őket mindjárt tanítani. És már két... Mikor mosogattunk? A parkban neki állt mosogatni? Nagyon szorgos emberrel van dolgunk. Hát rendben, szerintem akkor ennyi is lett volna ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, mindenféleképpen írjátok meg kommentben, hogyha esetleg nektek is megvan a játék, akkor melyik színmel lenne szerintetek érdemes összejönnöm, hogyha esetleg így a szomszédságban úgy már nagyjából ismeritek az embereket, mert én ezt a szomszédságot egyáltalán nem ismerem, úgyhogy igazából ötletem sincsen. Hát ez a vörös csaj igazából avval a forró fejű tulajdonságával nem biztos, hogy jó lenne, bár lehet, hogy vicces dolgokat lehetne belőle kihozni, úgyhogy hát majd még eldöntjük, hogy mi lesz. Nagyon szépen köszönöm a végignézést, Doggy voltam, sziasztok!